A Bozsik Ivett Társulat legújabb Bohóc Kerestetik című produkcióját hozta el Pécsre. A darabban humor és dráma vegyül cirkuszi elemekkel. A társulat felnőtteknek szóló darabja a Nemzeti Táncszínház felkérésére a világhírű román-francia író Matej Wisniewski-Kotek drámája nyomán készült. A bohócokra nagyon nagy szükség van szerintem a mai világunkban, pláne ahol azért nagyon sok mindenről nem lehet beszélni, és ez a darab, ez egy nagyon jó történet arra, hogy egyrészt az én saját vízióimat is beletegyem a mai világról, akár az utopisztikus világ, ami tulajdonképpen mindenhol most már kezd beköszönteni, tehát arra is vannak utalások. A Pécsi Balett az Orbát mutatta be, mely az életigenlés táncjátéka. Teodorakis zenéje, az alkotó kreativitása és a Pécsi Balett kiváló táncművészei együtt idézték meg a mítikus görög hős szellemiségét. A Pécsi Balett 22 évvel ezelőtt koreografálta meg utoljára az Orbát, akkor Herzog István, az akkori balettigazgató koreografálta meg. Most én úgy éreztem, hogy ezt el kell engednem az Orbát, és két kollégámat, nagyon jó kollégámat, Juhász Zsoltot, aki a Duna Művészet Együttesnek a művészeti vezetője, és Zahár Lóránd, aki gyakorlatilag szabadúszó, ők ketten koreografálták. Én gyakorlatilag ilyen háttéremberként segítettem a darabot. Budapesten nagyon nagy siker volt, és nagy reményeim szerint a pécsi közönség nagyon fogja szeretni. Az idei pécsi nemzetközi tánctalálkozón a szakma elitje lépett fel. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Bozsik Ivett Társulat, Frenák Társulat, Budapest Táncszínház, Varia Dance Bartók Táncszínház, a Győri és a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Pécsi Balett Társulata. Minden délutánra terveztünk a színház előtt Pécs összes táncegyüttesének fellépési lehetőséget adni, terveztük, a mai nap elúszott az esővel, és délelőtt pedig különböző szakmai beszélgetéseket tartunk, úgyhogy egész napos programunk. Kedden este gálával zár a 16. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó.